No, hát nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a Waldor Art Művész Műhelyben, és ugye ez a mentor programunknak a második évet lezáró kiállítása, és tavaly volt az első ilyen kiállítás, ahol ugyanúgy sokan ott voltatok, és ugyanúgy már kiállítottatok. Tehát vagytok régiek, vagytok újak, akik most kiállítottatok képeket, és tavaly körülbelül ilyen 101 néhány képet tudtunk kiállítani, most hát ilyen 200 körül van kint a képeitekből. Ez majdnem kétszer annyi, mint amennyi tavaly. És amikor néztük ki, csomagoltuk ki a Péterrel a képeket, akkor azt mondtuk, hogy itt tervezés, hogy hát 200 kép talán kifér. És amikor raktuk ki, akkor láttuk, hogy igazából sokkal több még kiférne, úgyhogy jövőre. A harmadik évet lezáró kiállításkor. Még egyszer jövőre. Akkor még több képet tudunk kiállítani, bár hogy amikor ezt mondom, akkor tudom, hogy a kollégáink azok lesznek egy nagy sóhajt, és azt mondják, hogy nem, vagy legalább 3 hónappal előtte elkezdjük ezt a felkészülést, mert ugye ahogy ti is nagyon sokat készültetek erre a kiállításra, hogy rengeteg képet festettetek, tudom, hogy nagyon sokan utolsó pillanatban lettetek kész a képpel, amit beküldtetek, sőt még mi kereteztük be, hogy ki tudjátok állítani azt a képet. Ugyanúgy nekünk is a kollégák és mi is nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez itt most létrejöhessen. A legutolsó képet azt most raktam be a keretbe, megnyitó előtt 2 perccel, úgyhogy tényleg itt az utolsó lehetőségeket is kihasználtátok, hogy minél szebb és jobb alkotásokat küldjetek ide. Na most ugye tavaly is volt már egy ilyen kiállítás, ugye vagytok jó néhányan, akik ott voltatok, az még a Magnet közösségi házban volt, egy nagyon gyönyörű, impozáns helyen, és hát a helynek egy kicsit olyan volt a szelleme, hogy olyan ünnepélyesebb volt az egész megnyitó, és most ezen egy picit változtatni szeretnénk, olyan szempontból, hogy sokszor mondják azt, hogy ugye az embernek a munkahelye a második otthona, mert szinte több időt tölt ott. Mi ezt nem hívjuk munkahelynek, de igazándiból kicsit a második otthonunkra tekintjük. És ezért azt gondoltuk, hogy ezúttal ne legyen ennyire formális, ennyire ünnepélyes, hanem szeretnénk egy kicsit inkább ezt az otthoni hangulatot, ezt a baráti hangulatot belecsempészni ebbe a megnyitóba, úgyhogy egy ilyen kis klubszerű dologra gondoltunk, ezért nagyon-nagyon hosszú ünnepélyes beszédet nem is fogunk mondani. Már csak azért sem, mert Andrákovics Hajni nemrég elárulta, hogy a tavalyi megnyitón annyira unalmas volt, hogy a férje és a fia elaludtak. Szóval gondoltuk, most kicsit pörgősebbre vesszük, nem sokat dumálunk, jó? Volt, igen, bocs, most állni kell, állva nem tudok aludni. No, hát ismerkedjünk akkor ilyen baráti hangulatban. Ugye néhányatokat már ismerünk személyesen, találkoztunk egy-egy ilyen eseményen, akár itt, akár még régebben a Magnetházban. Ismerünk titeket látásból, névről, a rajzaitokról, a webinárokon szoktunk találkozni, ugye ezen a Zoomon keresztül, illetve a Facebookon is látjuk az alkotásaitokat, meg a képeiteket. De igazándiból, ugye ez az első alkalom, amikor nagyon sokatokkal, most nem tudtam kimondani ezt a szót, tehát személyesen, az a lényeg, hogy személyesen találkozunk végre. Ezt nagyon vártuk, ezt a lehetőséget. És azt is tudjuk, hogy sokfelől jöttetek. Tehát nem csak itt ebből a kerületből, hanem az ország sok tájáról. Ugye mondta is valaki, hogy hát meddig tart a megnyitó, mert hogy ugye neki a vonat az indul hazafelé. És van olyan is, aki még ennél is távolabbról jött el. Ugye Marika, hol is vagytok? Igen, Írországból jöttek haza megnyitó kedvéért. Köszönjük szépen!
És hát nekünk is ez egy óriási öröm és megtiszteltetés, hogy ennyi energiát beleraktatok ebbe a dologba. Hát ez egy fantasztikus dolog és történet ez az egész, és úgy érezzük, és talán ez az este is majd még jobban megerősíti ezt, hogy egy olyan közösség alakult itt ki ebbe a mentor programba, ahol rendszeresen találkozunk, rendszeresen látjuk egymás alkotásait, rendszeresen segítjük egymást a további alkotásokban, hogy ez a közös hobbi, ez itt összehozott egy csomó embert, egy csapatot, egy csoportot, és itt egyéb kapcsolatok is szövődtek, hogy tudunk jó pár olyan esetről, hogy összebarátkoztatok. Tehát ezen a találkozón, ezen a programon keresztül egyéni barátságok, közös alkotások, közös programok születtek, és ez még nekünk egy nagyon plusz dolog, hogy nem csak rajzolunk, hanem ilyen dolgot is át tudunk élni együtt. Én tudom azt, hogy van, Zsuzsa mesélt, azt hiszem, a táborban, hogy annyira összebarátkozott valakivel, hogy valami csirke biznisz, tehát hogy egymásnak adtatok csirkét, és tehát hogy szerintem ez egy nagyon klassz közösség, és az, hogy nem csak a rajzolás és a festés köt össze minket, és hogy a közösségnek az ereje az mennyire fontos, hogy az elmúlt évben történt egy szomorú esemény is a csoportban. Volt két tanítványunk, vagy két csoporttag, aki a Covid hatására, vagy ebben következményében elhunyt. Szeretnénk most róluk megemlékezni, hogy Vásári András és Bak Tündéről van szó. Szerintem mindannyiunkat megrendülve ért, akkor, amikor ezt megtudtuk. Már csak azért is, mert mindkettőjüknek a képei olyanok voltak, hogy ha kirakták őket a Facebook csoportba, nem kellett volna aláírni, hogy melyikük csinálta, mert mindenki meg tudta volna mondani, hogy ez melyik a Tünde és melyik az Andrásnak a rajza. És ugye ennek emlékére dr. Fülöp Judit volt az, aki megfestette az ő arcképüket. Az kint is van most, ott a piros falon. Hajni volt az, aki felajánlotta a gyertyás képet a két portré mellé, és Rózsa itt az utólagos engedelmeddel a két Jézus képet még oda tettük. És hármatok munkájával, ezzel az öt képpel szeretnénk rájuk emlékezni. És hát a tavalyi kiállításon az ő képeik is még kint voltak a falon, idén sajnos már nem. A jelenből most egy picit szeretnénk visszatekinteni a múltba. 14 évvel ezelőtt indult el ez a dolog, amit Aldor Artnak hívunk, illetve ez a folyamat, amikor elkezdtük a jobbágyféltek és rajzot tanítani, és azért született ez meg, abból az élményből és energiából, amit mi átéltünk, amikor megtapasztaltuk azt, hogy milyen alkotni, milyen egy olyan dolgot megcsinálni, amiről úgy gondoltuk, hogy hát ez messze van tőlünk, ezt mi nem tudjuk megcsinálni, de mégis megpróbáltuk. És ebből az élményből született az a gondolat, az az elhatározás, hogy nagyon jó lenne ezt megosztani, és minél több emberhez eljuttatni ezt az élményt, illetve azt a fajta változást, amit ennek hatására átéltünk, meg úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy rajtatok is, hogy ti is átélitek. Például az, hogy ha meg tudsz egy olyan dolgot csinálni, amiről először azt gondoltad, hogy én erre nem vagyok képes, akkor ez egy hatalmas önbizalomnövelés. És hát ebből a gondolatból született meg az egész folyamat, aminek egy két évvel ezelőtt indult mentorprogramnak a kiállítás megnyitóján vagyunk most. Nagyon-nagyon hiszünk ebben, hogy ez az élmény, ez átadható, hát ezért csináljuk,
És abban is, hogy ez a dolog, ez a rajzolás, festés, alkotás, ez tanulható dolog, és mindenki képes rá. És amikor pár évvel ezelőtt kipattant a fejünkből ez a mentor programnak a gondolata, akkor mi ezt az egészet egy évesre terveztük. Tehát azt gondoltuk, hogy egy év. És akkor abban az egy év alatt mi bemutatjuk azokat a technikákat, amit tudunk. És aztán inspiráltatok bennünket a második évre, aztán inspiráltatok bennünket a harmadik évre. És most ugye mire inspiráltatok? Elit csoportosoktól főleg kapjuk a zívet. Igen, kapjuk az ívet, hogy de ugye lesz negyedik év is. Lesz. Már elkezdtünk gondolkodni, hogy mi ez a technika, amit még nem tanultatok, és egyébként van ötletünk. Nem is egy. Nem, igen, több is. És az egyik egész különleges, mert hogy Magyarországon azt a cuccot még nem lehet kapni, amivel ezek készülnek. De megszerezzük de nektek. Mire vége lesz a harmadik évnek, és elindul a negyedik év, addigra lesz. És igen, valamit készülsz mondani? Nem, csak vettem egy nagy levegőt. Jó, tehát csak az jutott eszembe, hogy ugye egy évben gondolkodtunk, aztán a második év az még eléggé természetesen jött, de a második évben azt mondtuk, hogy elég is, és akkor többet nem fogunk gyötörni titeket ezzel a dologgal. De aztán nagyon, nagyon biztattatok minket, meg és akkor, de a harmadik évben, amikor kitaláltuk a harmadik év tematikáját, akkor megfogadtuk szentül, hogy ezzel most így végeztünk. Tehát akkor már mindent tudtok. Mindent tudtok már, tehát nincs mit tanítani. És hát most ugye megint megy ez a negyedik év dolog. Hát az ötödik évre megint azt mondjuk, hogy nem fogunk már semmi újdonságot adni. Jó? Most itt tartunk. De lehet biztatni minket. És a tematikát illetően, hogy mi honnan jön, hogy egyes hónapokban miket találunk ki nektek, hogy mi is inspirálódunk másoktól, és szeretnénk nektek bemutatni egy fiatal hölgyet, Pálvölgyi Flórát. Gyereki, léci? Erre te nem tudtál, ugye? Csak apának mondtam, hogy lesz ilyen, de lehet, hogy nem adta át az infót. Szóval szeretnénk nektek bemutatni Pálvölgyi Flórát, fiatal hölgyemény, akivel én tavaly decemberben találkoztam először egy festőklubban, és ezen a festőklubban a Flóra mutogatott néhány képet, amit ő otthon fest csak úgy. És ez a technika, amivel ő fest otthon csak úgy, ez az akrilöntésnek a technikája. És ugye az akrilöntés ez benne is van most a harmadéves mentorprogramnak a tematikájában, és pont két hét múlva fog erről szólni a webinár. A Flórának a képeit, azt ugye nem mentorprogramos a Flóra, de ki van állítva négy képe is. Ebből három akrilöntéssel készült, ahol meg tudjátok nézni, itt ezen a nagy kép mellett, az ajándékunk mellett látjátok. Már láttátok. És Flórának van egy nagy álma, egy célja, amit szeretném, ha te mondanál el. Hát szeretnék Amerikába kijutni, és egy évet kint tanulni, és dolgozni. Köszi. És mi szeretnénk a Flórát ebbe a céljába támogatni olyan módon, hogy ami most itt ki vannak állítva a képei, hogy ezekre a képekre lehet licitálni most is, és egészen november 30-ig, amíg ez a kiállítás látható, ott is, tehát a kiállítás itt fizikai formában is lehet licitálni, és majd megoldjuk, hogy online formában is lehessen ezekre a képekre licitálni, és ebből képeiből befolyt összeget szeretnénk majd neki adni, hogy megvalósíthassa az álmad, és irány Amerika. Köszönjük szépen, és sok sikert! No, vannak még rajtunk kettőnkön kívül sokan, akik
akik dolgoznak ebben a mentorprogramban, akik segítik a munkánkat, segítenek titeket, és hármajukkal már elég rendszeres, hát mégis mindegyikőjükkel találkoztok rendszeresen, csak más-más formában, de ugye van három mentortársunk, akik a Facebook csoportban közreműködnek, és velünk együtt nézik az alkotásaitokat, meg segítenek, tanácsokat adnak, hogy hogyan lehet még jobbá, és még jobbá, és még jobbá lenni. Ők most sajnos nem tudtak eljönni erre a megnyitóra, viszont küldtek nektek üzenetet, egy videóüzenetet, úgyhogy ezt fogjuk most megnézni rögtön. Hát a kivetítőn majd látjátok, ott hátul meg halljátok. Sziasztok, kedves művészek és művésznők! Jó látás hangon üdvözöllek titeket, innen Verőcéről, Lukács Andi vagyok. Nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálok nektek ehhez a kiállításhoz, hogy ez létrejöhetett, ez szuper. Annak is nagyon örülök, hogy eljutottak idáig, hogy ez létrejöhetett, és a ti képeitek most fenn függenek a falon, és azért ez egy nagyon nagy öröm is ünnep. Mindig jó volt látni így sorba, mentorként nekem az az érdekesebb, ahogy a fejlődést nyomon követhetem, és látni azt, amikor valamelyikötök ráérez egy technikára, és megszereti, és akkor bele lovalja magát, úgyhogy én mindenféleképpen javaslom mindenkinek, aki ebben jól érzi magát, hogy haladjon tovább ebben a programban. Szeretnék gratulálni a Andinak és a Péternek, hogy ezt a programot életre hívta és működteti, és a többi mentortársamnak is örömmel, hogy együtt dolgozhatunk ebben. Ez egy nagyszerű dolog, és nem egy mindennapi dolog. Azt tudjátok, hogy egy nem mindennapi csapatban vagytok. Mindenképpen nagy öröm, ahogy a fejlődést végig kísérhetem mentorként, és részt vehetek abban, hogy segíthetlek titeket. Igazából körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Örülök nektek, élvezzétek ezt a napot, élvezzétek az alkotást, minden nehézségét és szépségét, és szárnyaljatok, amit tehetitek, úgyhogy mindenkinek gratulálok, nagyon klasszak vagytok. Sziasztok! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők, kedves művészek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, hogy nem tudok az ünnepségen jelen lenni, sajnos hivatali elfoglaltságom miatt nincs erre módom. Viszont nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy egy pár szót mondhatok, és részt vehetek ezen az ünnepi eseményen, legalább így az interneten keresztül. Nagyon köszönöm mindenkinek a rajzait és a munkáit, mert csodálatos felüdülés jelent, főleg az a folyamat, amit én látok a hallgatóinkban, a művészeinkben, a kis művészeinkben, akikből egyre nagyobb művészek lesznek. Én úgy gondolom, hogy ez csodálatos dolog, és azt szűrtem le, hogy egyre komolyabb, egyre csodálatosabb művek kerülnek ki a kezeitek közül. Nagyon ügyesek vagytok, megfogadjátok, amit a mentorok mondanak, és csodálatosak azok a rajzok, amelyek a kreativitás köréből származnak tőletek. Én azt gondolom, hogy eljutottatok egy pontig, átmentetek a hídon, megleptétek magatokat, megleptétek a környezeteteket,
és szerintem mindenki kalapot emelt a munkáitok előtt. Na, én is így vagyok, hiszen nagyon klassz rajzokkal találkozom, és azt tudom mondani, hogy nem csak a sikerélmény, hanem maga az alkotás ideje is, amikor el tudunk menni erre az igazi útra, ki tudunk kapcsolódni, az a csodálatos. Az a csodálatos, ahogy ebben részt vesztek, és tudjátok, ha egyszer ebbe belekóstoltunk, akkor ezt folytatni kell, érdemes folytatni, hiszen egy nagyon komoly lelki megnyugvást tud adni mindannyiunknak, nekünk mentoroknak is egyébként, de szerintem nektek még inkább, és amikor már nagyon sok képetek lesz, és azzal együtt ünneplitek majd a következő kiállítást, akkor én úgy gondolom, hogy még nyugodtabban, még magasabb pátosszal tudtok visszaemlékezni arra az időre, amikor ezeket a rajzokat, festményeket, pasztelképeket megtekintitek. Én a kiállítás anyagát ismerem, csodálatos alkotások, maga a kiállítás is csodálatos. Köszönjük meg Andinak és Péternek, hogy lehetőséget biztosított erre, és nektek külön köszönjük, hogy megfogadjátok a tanácsainkat, megfogadjátok Borsa tanácsát, és az alapján is dolgoztok. Nagyon szeretek veletek dolgozni, és nézzétek el nekem, ha egy kicsit kritikusabb vagyok. Hát előfordul, hogy szólnom kell a saját ízlésem szerinti dolgokért, és nyilván akinek azt tetszik, az meg tudja fogadni. Nagyon szeretek mindenkit, szeretném ezt mindig a mentorálásomba is átadni. Most viszont erre van lehetőségem, úgyhogy ölelek mindenkit, jó ünneplést kívánok, csodálatos kiállítást megnyitod, és remélem, hogy nem sokára ismét találkozunk a képekkel a mindennapokban, és együtt tudunk dolgozni. Puszi, sziasztok, minden jót! Kedves alkotótársak, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ez a mai nap főleg rólatok szól. Arról az útról, amit megtettetek, és talán most már van olyan történelmi távlat, hogy meg tudjuk állapítani, hogy érdemes volt. Szemlátomást nagyon-nagyon sokat fejlődtetek. Nem csak technikailag az akril, vagy az olaj, vagy a pasztel, vagy a grafit, hanem a látásmódotok is sokat fejlődött. És az utolsó gyakorlattal, az opárt és a realisztikus ábrázolás fúziójával a kreativitásotok is. Most már nem csak idézőjelben mondom, másoltok, hanem alkottok is, és ez óriási nagy örömöt jelent az ember lelkének. Ezt az utat mi mentorokkal és veletek együtt tettük meg, kézen fogva, itt online a világán keresztül, és átéreztük azt, akár hiszitek, akár nem, hogy voltak gyötrelmek, voltak nehézségek, de ami a leglényegesebb, hogy egy óriási nagy lelkesedés volt. Tehát olyan érzések robbantak ki a képeitökből, ami tiszteletre méltó. Én azt hiszem, hogy ezen fölül, nem hiszem, hanem tudom, hogy bebizonyosodott, hogy ahogy a Waldor Artnak a módszere életképes. És itt tulajdonképpen senki nem vesztes. Itt csak győztesek vannak, illetőleg két vesztes mégiscsak lehet. Az, aki nem kezdi el, vagy az, aki abba hagyja. A művészet, vagy az alkotás maga egy olyan világba tereli az embert, amitől jobb lesz. És nem csak a kirakott képek a falakon okoznak örömöt, hanem ez beleívódik a napi gesztusokban, az életszemléletetekben, és tudjátok kamatoztatni az élet bármilyen területén. Úgyhogy itt mindenki mindenkinek hálával tartozik, és még egyszer óriási nagy gratuláció és ölelés mindenkinek. Ja, valaha Andi, Sanyi és Gábor is ugyanúgy tanítványaink voltak, mint ahogy most ti. Egy órás és bárkiből lehet mentor. Egy újabb karrier lehetőség. Egy újabb karrier lehetőség, igen. És
Ugye ők hát hármójukat ismeritek, mert minden nap szinte találkoztok velük a Facebook csoportban, videókon és szöveges értékelések során. De hogy van még másik két láthatatlan segítőnk, számotokra láthatatlan, leveleitekre válaszolnak, a hangjukat halljátok, de még nem találkozhatok velük személyesen. A két ügyfélszolgálatos kereganő, Csateri Anita és Valenti Eszter. Gyertek ki, léci. Anitánk és Eszterünk. És hát azért hívtuk őket ide, hogy egyrészt lássátok ti is az arcukat, ne csak a hangjukat halljátok, tehát láthatatlan és hallhatatlan helyett legyen egy kis személyes kontaktus, illetve szeretnénk nekik megköszönni ezt a munkát, amit ők is beletesznek itt a háttérben, azért, hogy ez az egész program flottul menjen, és ti minden segítséget megkapjatok ahhoz, hogy tudjátok csinálni a ti részeteket, az alkotást, a rajzolást, a festést. És ez a kiállítás sem jöhetett volna létre nélkülük. Anita hónapokon át csinálta a címkéket a képeitek alá, a prezentációt, ami most fut a képeitekből, és ugye nem csak abból rakta össze, amit ide kiállítottunk, hanem amit amúgy be is küldtetek. És majd meglátjátok az okleveleteket. Nagyon személyre szóló. Mert a képeitek vannak rajta, a saját képeitek vannak rajta. Tehát ez hónapok munkája, amit ő beletett. És Eszter is, ő segített nekünk fizikailag megvalósítani ezt a kiállítást. Napokig csomagoltuk együtt ki a képeiteket. Raktuk, pároztuk össze a címkét a képpel. Terveztük meg, hogy melyik kép hova kerüljön. Szóval nagyon sok munka van ebbe, és nagyon szépen köszönjük, hogy segítettetek nekünk. És tudom, hogy amikor azt mondjuk, hogy majd jövőre plusz 80 kép, akkor Anita egyébként azt mondta, hogy... Nézzetek az arcukra, jó? Tehát... Akkor Anita egyébként azt mondta, hogy ezt kérdezzem meg majd két hónap múlva, mert eddigre már lenyugszik. Igazándiból a következő rész az arról szólna, hogy mi fog történni most. Az egyik dolog az, hogy ugye ez is már ismerős lesz a tavalyi kiállításról, hogy lehet újra szavazni. Ehhez itt kint az asztalkon megtaláljátok a szavazólapot, és föl van sorolva rajta az összes kép, és az lenne a lényege, hogy megjelöljétek ahhoz a képhez, hogy mennyire tetszik nektek ez a kép. 1-10 skálán. 1-10 skálán, és hát ez egy teljesen szubjektív természetesen, és van ennek egy kis tétje is, mert az a kép, annak a képnek az alkotója, aki a legtöbb pontot gyűjti, vagy szavazatot kapja, annak az fog kapni egy 20.000 forintos vásárlási utalványt a művészboltba azért, hogy tovább tudjam alkotni, és újabb vásznakat, festékeket, meg ecseteket tudjon vásárolni. Most leadjátok a szavazaidokat, és nekünk pár nap kell, mire ezt összesítjük, és akkor ugyanúgy, mint ahogy tavaly e-mailben elküldjük a győztest. Jó, és akkor át fogjuk adni neki az ajándékot, és ugye most a ti ajándékotok fog jönni. Igen, tehát ez majd a jövő, de a jelen pedig az, hogy hogy szeretnénk nektek átadni két dolgot is az összes kiállítónak. Az egyik egy oklevél, amit már az előbb itt említettünk, hogy egy ilyen oklevelt, ahol rajta van annak azok a képek, amiket te csináltál. Jó? Tehát a ti képeitekbe állítottunk össze egy ilyen kis montást ide az oklevélre. Illetve van egy ajándékunk, ami szintén inspirációnak szánunk arra, hogy további alkotásokat készítsetek. Jó? És az ajándékokból nincs egyforma, tehát azért mi mindig Magyarországon vagyunk, és a művészet lehet abban 81 egyformát
Úgy nehéz. Hát ez így konkrétan lehetetlen ilyet állni, hogyha én oda megyek várhova, azt mondom, hogy akkor nem most, hanem egy vagy két héten belül kérek 80 darab egyforma eszközt. Úgyhogy háromfajta ilyen eszközt szereztünk nektek, ilyen ecsetet, illetve ez egy olyan, ecsetet azt tudja mindenki, hogy micsoda. De ez egy nagyon jó pofa dolog, amit még találtunk nektek, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jó kis játékra, kreatív alkotásra serkentett titeket. Ezt úgy hívják, hogy víztartályos ecset, és úgy működik, ugye, hogy vizet kell beletölteni, az szépen lefolyik az ecset hegyébe, és onnan azzal mindent el lehet mosni és kenni, ami vízzel oldódik, jó? Tehát nem csak festeni lehet, nem csak festékhez lehet használni, hanem mind akkora ceruzához, egy csomófajta színes ceruza, ami szintén vízzel elmosható, szénrajzokat is el lehet kenni, tehát minden... Elmosható grafit, ez tök jó. Az nagyon, igen, elmosható grafit, tehát ez arra való, hogy még tovább játszatok, alkossatok kreatív módon, alakítsátok át akár egy sima ceruza rajzot is. Jó, úgyhogy remélem ez tetszeni fog nektek, illetve van még kétfajta ecset, amit nem tudom, Lizi itt van? Igen. Lizi, figyelj, tudod, az kapcsol itt, aki kér. És ugye te mit kértél? Akvarelhez ecsetet lesz. Jó? Akinek meg az olaj fog következni, mert másodéves, nektek meg van olajos ecset. Jó? Úgyhogy, jó, igen. No, úgyhogy ez lesz, amit most szeretnék átadni, hát és akkor ez úgy fog menni, hogy mondunk neveket, ti meg kijöttök, vagy integettek, hogy hol vagytok, jó? És akkor adjuk az ajándékokat. No, Albin, Antalné, Éva. Antalvári Marika. Éva, Bétót Éva. Jó, mi még nem is találkoztunk személyesen. Jó, Balázs Réka. Vitter Ferenc. Blümenschein Ágota. Bodó Barbara. Barbara. Gróf Andrea. Csuhai Klára. Andrikovics Hajni. Láttad a Hajni? Ja, igen, igen, igen. Fülöp Judit. Farkas Gabriella. Jó, szia, szia.
Tavaly ez volt az a rész, amikor elaludta a Hajninak a apukája, meg a, vagy a férje és a fia. Gyorsak leszünk, jó? Félix Ibolya. 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 Várjál, ne szaladj el. Jó, Fódiné Kati. Gratulálok. Gánoci Judit. Á. Szerintem oda megyünk, jó? Örülök, hogy találkoztam. Góca Margit. Gyenge Rózsa Edina, ja, még nem is láttam sose így a nevedet. Köszönöm szépen. Hazenauer Tündi. Fábián Edit. Hercegné Fábián Edit. Hát de igen, bocsánat, csak olyan sokat találkoztunk, már gondoltam rövidítek. Én is szeretnék köszönetet mondani nektek, mert ugye ez önbizalomfejlesztő is ez, hogy itt lehetek, meg tényleg ilyen családias hangulat alakult ki, úgyhogy mindenképpen öröm számít. Köszönöm szépen. Hermány Beatrix. Azért nagyon jó dolog ám nekünk is, hogy így látunk titeket, különösen azokat a kis bujkálókat, akik a Zoomon mindig csak a nevükkel vannak, meg egy sötét-fekete képernyővel. Úgyhogy most lebuktatok mindenkinek az arcát, nagyon megjegyezzük. Horváth Juli. Horváthné Fülöp Beáta. Bea. Kuiber Hajnalka. Ignác Dóra. Gratulálok. Várjál, még föl kell markolnom ezt. Jó. Fatima nincs. Keresztesni Abba Ági. Tünde, Kidlinger Tünde. Jó. Kis Kálmán Éva. Köszönöm, hogy melyik nevedem vagy éppen. Ez most így csinálni. Kiszeljel Edda. Képes a másik nevedet kérted. Kökényesi Ági. Mesterné Gabi. Mészáros Andi.
gondoltam csak. Kimaradt egy betű. Miklósi Vas Erika. Mikóné Benke Etelka. Mucsi Erika. Okvátó Itné Rész Anita. Anita, merre vagy? Pálma Erika. Patai Anikó. Pintér Erika. Póka Andrea. Jaj! Várjál! Add hát addig az ecsetet, amíg ezt szétszedem. Rácz Erika. Rohonci Éva. Sárosi Kati. Schuster Margit. Sós Margó. Szabó Zsuzsa. Szenci Istváni Ibolya. Ibolya, merre vagy? Szőnyi Péterni Andrea. Szőcs Barbara. Szóvda Lajosné Marika. Jó, akkor félretesszük. Tollár Jánosné Olga. Jó, Marika, gyere! Tóth Angéla. Jó. Tóth Arnold. Tóth Miklós. Egy kicsit javult most már az arány. Prekup Zsuzsa. Bocsánat, Tóthné Prekup Zsuzsa. Lézi, Vincén és Áró Erzsébet. De...
ugye ismerjük, Liziként ismerjük. Sikerült kimondani a nevemet. Köszönöm szépen. Hát annyira Lizis vagy. Én így szoktam le. Zrínyi Józsefné. Jó. No, ezzel a népsor végére is értünk. Ha esetleg valaki még itt van, a kiállítók közül, csak éppen nem találkoztunk, akkor itt vannak az oklevelek, keressetek meg minket, jó? És odaadjuk az oklevelet meg az ajándékot is, illetve aki majd később jön, voltak pár, akik jelezték, hogy majd később jönnek be a kiállításra, és akkor nekik akkor fogjuk odaadni ezeket. No, igazándiból mi azt gondoltuk, hogy ennyi lenne a megnyitó, és akkor innentől fogva, hát arra kérünk, biztatunk, bátorítunk titeket, hogy akkor nézzétek meg a kiállítást, a képeket, keressétek meg, ha még nem tettétek meg, hogy hol van a tietek, nézzétek meg, hogy a többiek mit csináltak. Egyetek, igyatok, érezzétek jó magatokat, beszélgessünk, és hát varázsoljuk egy jó kis klub hangulattá ezt a mai estét. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek!